Kállai Zsuzsa öltözékéről a Happy Woman gondoskodik. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket az adventi hetekben, tehát már adventi hétben vagyunk, és ahogy azt megígértem, egy nagyon kicsit beszélgetni fogunk az adventről, de hát ugye vasárnaponként mindig más színű gyertyát gyújtunk meg. Az első három hétben ugye katolikus felfogás szerint a lila gyertyát kétszer, és utána pedig a második és a harmadik hétben már a rózsaszín gyertyát fogjuk meggyújtani, és utána pedig a karácsony szentestéjén pedig újra meggyújtjuk a lila gyertyát. De azért az anglikus felfogás szerint azt mondják, hogy szoktak még egy fehér gyertyát tisztus jelképeként középre tenni, és hát ugye miután az advent az a várakozásról szól, és magában az előkészületekről, tehát egy ilyen szent időszakban vagyunk benne. De mi azért egy kicsit, én úgy gondoltam, hogy érdemes beszélni arról, hogy milyen is volt régen a várakozás, és vajon hogy fogták fel a régi időkben a telet, és magában a karácsonyi időszakot. Kezembe került otthon egy könyv, és hát nagyon nagy szeretettel szoktam én ezt a régi kis kalendáriumot forgatni, mert hát annak ellenére, hogy nagyon sok idő eltelt, azért 220 évről beszélünk. És elővettem egy nagyon régi hát kalendáriumot, ami nekem hát nagyon-nagyon régóta már megvan, és ez pedig nem más, mint az 1798. évi kalendárium. És ebben az időszakban még úgy is van megcímezve a könyv, hogy új és ó magyar kalendárium, ami a Krisztusunk születése után 1798. esztendőben iratott, pesti és pozsonyi lapokban. Na most, ugye a télről annyit ír ez a bizonyos kalendárium, mert hát javarész naptár, hogy most szó szerint fogom Önöknek visszaadni, hogy a télről hogyan is elmélkedtek abban az időszakban. Tudva vagyon kinek-kinek, hogy az esztendőnek utolsó része sokaknál magát az ő kedvetlen időjárása által sokáig emlékezetben fenntartja, de mégiscsak minden esztendőbe visszatér. Elkezdődik az idén decembernek 21-én, és amikor a nap a bakjelében fordul, és a napot legrövidebbé teszi, az időről azt várhatjuk, hogy karácsony után a kemény hideg és erős északi szelek gyakorta elegyen fognak alkalmatlankodni, következnek majd a szomorú napok, de januárisnak az utolján és februárisnak az elején jobbra változik az idő. Hát valljuk be őszintén, hogy most, amikor egy kicsit már meg vagyunk kavarodva az időjárásban, de azért mégiscsak valamennyi hasonlóság csak fennmaradt. A nap és a holdnak besötétedése. Hogy létezett ez? Ebben az 1798-as esztendőben. Lészen ugyanebben az esztendőben az égi világosító, testeken több sötétség. De ezen országban csak egy lesz a holdon látható, és az is csak egy részében. A napon két sötétség lesz. Az első májusnak 15. napján 9 óra 20 másodperckor éjjel, és utána pedig azt írja a könyv, hogy a második pedig november 8-án 3 óra 14 másodperckor, amikor a nap még nem kelt fel. Tehát ebben az időszakban is foglalkoztak a kalendáriumok azokkal az időszakokkal, hogy a napunk és a holdunk, a két égitest itt Magyarországon és Pozsony városában hogyan fog felkelni és lemenni, de ugyanakkor azért hát, tehát én azt mondom, hogy jó ezekre visszaemlékezni, és ugyanakkor a könyvben ugye hát említést tesznek még ugye nagyon sok mindenről, mert hát a disznóvágásról, és magában abban, hogy a kisasszonyok abban az időben milyen sík szerint készülöttek a karácsonyra, az úri kisasszonyuk, az egyszerű emberek, tehát felsorolják,
hogy abban az időszakban mik is történtek, hogyan készültek a bálozásra, és hogyan készültek magára a szilveszterre, az új évre, tehát mindegyikből egy kis ízelítő, az hiszem benne van. És ugyanakkor felsorolják a névnapokat, ugye az akkori állás szerint, és felsorolnak még nagyon sok érdekességet. Én megmondom őszintén, most ezt csak egy kis kóstolónak hoztam be, mert ugye ír benne a tavaszról, a nyárról, az őszről, és magában, hogy a tél milyen kemény hideggel és erős éjszakai fagyokkal járt abban az időben, hát megemlékeztek róla, ami 220 évvel ezelőtt történt. De térjünk vissza a mai időszakban, és ugye 2017-et írunk még, hát majd csak nem egy hónap van vissza, és már nagyon-nagyon kopogtat a 2018. A mai kor, a mai modern világ, a felgyorsult világ. És azt hiszem, hogy ilyenkor, amikor szintén a nap és a hold az irányadónk, és az csillagóránk, amit ugye hát nem csak a régi időszakban vettek figyelembe, hanem valljuk be őszintén, hogy semmi nem változott 220 évvel ezelőttről, mert ma is ugyanúgy figyeljük, csak éppen modernebb eszközökkel, és egy kicsit többet tudunk róla, de ugyanakkor azért ma is ugyanúgy hiszünk, várakozunk, és csodáljuk, hogy az ekliptikán mégis mi történik, vagyis fönt a mennybolton, és ugyanakkor pedig azért csak-csak betekintést nyerünk abban, hogy a jövőben mi hogy fog működni, és hát nem is olyan nagyon sokára, mert naptári év szerint ugye már itt van a 2018-as korszak, nem soká, és hát ugye a nyilasoknak, bakoknak, vízöntőknek nagy fordulópont várható. Na de hogy mi? Azt meg fogjuk beszélni, remélhetőleg. És meg is kérném a kedves kollégákat, hogy kapcsolódjanak be a kedves televíziónézők a műsorba. Már is lehet kapcsolni a képen. Várakozik, nem? A műsornak a telefonszáma egyáltalán nem változott. Még mindig a 269-0386-os nem emeldíjas számon lehet hozzám bejutni. És azt hiszem, hogy már fogadom is a legelső kedves hívót, aki úgy gondolja, hogy érdeklődik. És amíg ezt meg fogjuk beszélni, közben azért megpróbálok belelopni érdekességeket és furcsaságokat is, ami az életünkben felmerül, de hát valljuk be őszintén, hogy kinek nem. Ja, és még hozzáteszem azt, hogy a jövő héten bizony-bizony már lassan készülődhetünk, mert jön a luca nap és jön a lucázás, és lehet olmot önteni, lehet érdekességeket nézni, kártyát vetni, mint mindig, és még lehet egy kicsit talán még úgymond boszorkánykodni is. Tehát én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy most már önöket is szóhoz juttassam. Itt a legelső kedves telefonáló, akit rettentő nagy szeretettel fogadok. Szép estét kívánok önnek! Jó estét kívánok! Én vagyok vonalba? Ön bizony, várom, nagyon nagy szeretettel. Jó estét kívánok! Én Erzsébet vagyok, és igen? Budapestről, a 21 kerületből, húha. És én 47-11-23-án születtem. Tehát 47 november 23? Igen. És szeretnék érdeklődni. Hogy? Elmondanám az úriembernek a születési dátumát. Tehát párkapcsolati a probléma, vagy nem probléma? Hát ilyen probléma is, meg nem is, ilyen se veled, se nélküled, valami ilyesmi. Tessék dolog, mondani. Ő pedig 49. 7. hó 26. Július 26-a? Igen. Oroszlán. Uh-huh. Igen. Hát hogy most az, egyáltalán ez a kettő összeillik, nem illik. Na most tessék rám figyelni. Én azt szoktam mondani, hogy bizonyos időszakonként és bizonyos felfogás szerint az ember az őselemi felosztásokból ki tud indulni. De ugyanakkor, ha be akarom pontosítani, hogy egy születési horoszkópban két ember kapcsolatában a többi lehetőség szerint, tehát az, hogy ikrek, kos vagy bika összeillik, nem illik össze, kevés a meghatározás, tessék nekem elhinni, azért, mert a többi bolygóbehatás lehet, hogy olyat látok benne, ami egy életre köti össze. Tehát én azt mondom, hogy numerikusan és az asztrológiai felfogás szerint, azért egy csillagászati felfogás szerint teljes más időszakot számolunk.
Nézze, egy, én azt mondom, hogy nem sevelet se nélküled, hanem egy életre szól a kapcsolat. Jaj, és, de jó. Na ugye, és mégpedig azért, mert ön, ha okosan tudja tolerálni egy oroszlánnak a megrögződését bizonyos dolgokhoz, és most én ezt azért mondom, mert általában azt szokták mondani, hogy na hát az oroszlán milyen hűtlen valamilyen szinten. Na de azt ne felejtsük el, hogy 26-ai születésnapszámmal a Szaturnusz már leköti a földre az oroszlánt. Tehát ő egy nagyon nyugvó oroszlán. Igen. Ez valóban így van. Egy nagyon nyugodt, egy nagyon nyugvó, igen, egy nagyon csendes, egy nagyon megalapozott, egy nagyon átgondolt oroszlán, aki, higgyék el nekem, soha nem volt csapodár. Itt a szabadabb elvű ön. Valljuk be az őszintét. Értem. Itt a szabadabb elvű ön, és egyáltalán nem hajlandó arra, hogy megkössék bizonyos helyzetekben, de én azt mondom, hogy ennek ellenére, ugye, megtapasztalás, minden, ahogy szoktuk mondani, egy életre szól a kapcsolata. Dőljön hátra nyugodtan, és töltsék kellemesen. Jó, mert most úgy vagyunk, hogy sevelet se nélküledbe vagyunk most. Az egy átmeneti dolog. Én azt mondom, uh-huh, önnek ez mind azért van. Mert ő tűnik el különben mindig, és nézze, utána meg felbukkan. Egy mégis nagyon nehéz korszak után van, bocsánat. Igen. Nemrég zárt le egy nagyon nehéz időszakot, valljuk be az őszintét. Igen. Most, ráadásul most műtötték a gerincivel megint, már nem tudom, hanyag kérem volt. Szépen, jó, de hagyjon neki időt, mert ha időt hagy, akkor egyszerűen magához kell, hogy térjen. Hagyja, hogy újjon meg. Jó. És utána hát, pedig... Mert ő igazságtok, hogy ő szeret engem. Hát nem tudom, mert nem nagyon vettem még észre. De ő ezt hajtogassa nekem. Na de bocsánatot kérek, most ha valaki azt mondja, hogy én így szeretlek téged, úgy szeretlek téged, és ezt hajtogatja, mint ahogy ön mondja állandóan, és ön meg nem veszi észre, akkor lehet, hogy ez a szerencsétlen ember hiába, higgy el nekem, nem hazudik. Hát megmondanám. Én is gondoltam titokba. Nem hazudik. Jó. Egyáltalán nem hazudik, hanem egyszerűen hagyja békén őt. Jó. Ez a jó kérésem. Nagyon jó szépen köszönöm, és nagyon boldog ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen, nagyon önnek boldog is nagyon új kellemes. Évet kívánok, erőt, egészséget a munkájához. Köszönöm szépen, önnek is nagyon viszont kívánom. Köszönöm, jó. És boldog Mikulás, mert hát holnap jön a Mikulás. És nem csak a gyerekekhez nagy virgáccsal, én megmondom őszintén, ezért a felnőttek is szoktak egymásnak Mikulás ajándékot vinni. Én szoktam. Úgyhogy várok mindenkit tényleg nagyon nagy szeretettel. Itt a műsorban lehet betelefonálni, lehet érdeklődni. Annak ellenére, hogy ünnepek vannak, hát tényleg nagyon-nagyon örülök neki, hogy most ez így van. Várom a kedves hívót, aki már itt is van. Szólaljon meg nyugodtan. Ön van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Zsuzsika. Hát én tulajdonképpen a lányom és a kisunokámnak a horoszkópját szeretném megtudni pontosabban. Hát, ha maga azt szeretném megtudni, akkor még itt ülhetnénk két óra hosszát. Ami most következik. Hát mondanám a lányomét. Igen. Igen. Első körben honnan tetszik telefonálni? Budapestről, a 11 kerületből. Értem. És a kedves lányát hogy hívják? Erikának. Igen. És 1965. január 28 a lányom. Igen, egy okos vízöntő. Január, igen, 28. Igen. Este 3:48 körül született. Igen, azt külön köszönöm szépen. Igen, igen. És akkor mondanám a kis unokámat. Igen, igen, aki? Igen, Tamásnak hívják. Igen. 1999. január 20. És mi a probléma? Hát azt szeretném csak megtudni, hogy a lányomnak a, hát tulajdonképpen az egészségi állapotáról szeretném, hogyha valamit tudnánk mondani. A kisunokám meg most kezdett egyetemet, hogy neki milyen lesz a kis élete, vagy mit látunk előre. Na most tessék rám figyelni, ha én azt önnek itt elkezdeném vesézni, hogy mi miért van, és ugye kérdés igen, után igen jön, akkor két óra hosszáig, vagy egy óra hosszáig még itt ülhetnénk. Senki nem tudna szóhoz jutni. Megpróbálom összefoglalni röviden. Jó. Kérem szépen, az ön unokája el fogja végezni az egyetemet.
nagyon érzékeny fiatalember, befele forduló fiatalember, nagyon jó megérzései vannak. A lányának meg viszont én úgy látom, hogy tulajdonképpen, ha azt vesszük, akkor egy olyan időszak fog elkezdődni az életében majd január után, ami egy kicsit talán a családi életnek a részletkérdéseiben fel tud merülni, tehát felmerülő problémákat meg tudja hozni, érti? Tehát nem lenne érdemes, anyagilag jó év, már pedig egy eléggé okos, előrelátó asszony, nem arról van szó, hogy ugrál össze-vissza, hanem az van, hogy ebben az időszakában meggondoltan hoz döntést, de hajlamos lesz arra, hogy bizonyos részletkérdésekben nagy problémát csináljon. És nagyon úgy látom, hogy ez pedig a fiával kapcsolatban lesz. Igen. Tényleg már is most van igazság benne, hogy sok mindenben, apró dolgokból nagyobbat csinál, mint amit így talán van. Is. Na de nézzen oda, úgyhogy... fölösleges. Én igen. Azt szoktam mondani, hogy azért, aki egyetemre megy, és talán még oda se kell menni, hanem azért egy szülőnek egy bizonyos kor után érdemes kinyitni a szemét. És valahogy egy olyan kontaktus kialakítani a gyerekével, teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány, hogy jobban odafigyeljen a nevelésére, odafigyelni, és nem csak az, hogy hoppá, már megnőttél, fiam, mész az egyetemre, és azt csinálsz, amit akarsz, egyáltalán nem így van, mert valljuk be őszintén, hogy a társaságban nagyon sok minden előfordul a mai világban, az egyetemen is. Még ha gazdag környék ott is, ha szegény környék ott is, tehát itt teljesen már nem tudunk különbséget tenni, de ugyanakkor én azt mondom, hogy egy helyes szülői neveléssel és egy helyes szülői megbeszéléssel, ráfigyeléssel ebből semmi probléma nem lesz. Szép képlet, megmaradnak, csak ne csináljon nagy problémát, igen. Ne verje hát, olyan tényleg úgy, egyébként a kapcsolatuk jó, mondjuk a gyerekkel, mert valóban nagyon őszinték, de szóval csak én is azért izgulok, mint nagymama ugyanúgy, hát bevallom, az az igazság, hogy külföldön van, és azért azt hiszem, ebből van a nagy alkalom, vagy aggodalom, hogy ugye nem vagyunk ott mellette, és hát. Na most ebben meg viszont egyetértek, mert az ember olyan, hogy amikor a gyereke kikerül külföldre, akkor meg még jobban izgul, mert nincs idehaza. De remélem, igen. Hogy most az ünnepekre... Hát nagyon jó tanulsz, nagyon okos fiú tényleg. Szerintem nem lesz semmi unokán, probléma. Tényleg az van, hogy nagyon, úgy, ahogy tettek, mert befelé forduló kicsit is. Így van. És nagyon lelki, komoly gyerek. Nagyon szép a lelki világa, nagyon gyönyörűen befele fordul, és nagyon igen. Jó megérzései vannak. De remélem, hogy azért egy kicsit szabadabb lesz, mert valóban nagyon mindenen rágódik ő, és mindent nagyon tökéletesen akar, és hát az unokám, most arra gondolok, de a lányom ugyanilyen volt, úgyhogy azért van nagyon, és mind a ketten januárok, szóval nagyon hasonlónak látom őket. Hát nézze, azért nagyon... van eltérés, mert igen, a január 20-a az még a bakban áll, egy fok eltéréssel. De azért most a kedves lánya meg lesz vízöntő azért már, ugye? Mert én is erre gondoltam, hogy pont a baknak az utolsó napja, hogy melyik hatásos, melyik nagyobb hatású rá, hát gondolom, határeset, bocsánat, tessék figyelni egy pillanatra, határeset, ami azt jelenti, hogy egy kicsit ebből, egy kicsit abból, de viszont én mégiscsak, mint bak tudom elkönyvelni. De igen. Ugyanakkor a Szaturnusz az egyiknél pozitív aspektusban vibrál, a másiknál pedig negatív aspektusban vibrál. Nála még a bak van jelen, de ugyanakkor pedig a hold rá segít arra, hogy a lelkiek fontosabbak legyenek a számára. Tehát tulajdonképpen ad egy nyitottságot majd a következő időszakban, és sok sikert. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm Zsika, szépen, haladjunk nagyon tovább. Nagyon-nagyon köszönöm, és további szép kellemes ünnepeket kívánok boldog önnek. Kívánok. Én is minden azt kívánom önöknek, boldog karácsonyt úgy. Én ténylegesen, tehát nagyon-nagyon díjazom, amikor az ember mindent megtesz azért, hogy minden olyan jól működjön. Van, amikor egy kicsit túlagódjuk, de hát tényleg ez így van. Egy szülőnek mi a dolga, az, hogy aggódik, mert valljuk be őszintén, hogy mindig aggódunk, de hát azért
úgy koordinálni a dolgokat, hogy jó legyen, nem mindig lehet. De itt a következő kedves hívó, akit megint csak nagyon nagy szeretettel fogadok. Tessék parancsolni, ön van a műsorban. Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm. Még én nem telefonáltam sohasem, már figyelem régóta a műsor. Egy kérdésem lenne most lelkileg nagyon le vagyunk törve a család. Tulajdonképpen az unoka húgomnak, tehát a nővéremnek az unokájáról van szó, 19 éves. Igen. Most fogja lenni 19, most fogja elérni december 18-án. 98-ban született, és akkor ez a gyerek egy csodálatos jó gyerek volt mindig. Tessék tovább mondani, 98 mikor született? 98. december 18-án. Aha. És akkor ugye a családban nagyon sok zűr volt. Azt látom, szenvedett is a gyerek épp eleget miatta. Igen. Igen, de mindig magával folytotta. Nagyon nehéz volt ő belőle kiszedni mindent. Én nagynéni vagyok, és tulajdonképpen óvodától kezdve iskolába a másik nagynéni, meg én hordtuk, meg itt laktak sokat, meg szóval én mindennapos kapcsolatban vagyok. Voltam a gyerekkel születésétől fogva. Igen. És én olyan csodát éltem meg, amikor a terhes lett vele az anyja, hogy megállapították, hogy a gyereknek valamilyen rendellenessége van, vagy végtag nem fog kifejlődni rendesen, szóval rövid akarok lenni. És akkor én állandóan imádkoztam, és közben a tudatalattimban mindig a gyereket láttam egészségesen. Nagyon jól tetszett tenni. Az anya hasába. És én ezt nem bírom elfelejteni, mert mi köztünk olyan kötelék van a gyerekkel, hogy talán ha én szültem volna, sem szerethetném jobban. És ő is bizalommal fordult eddig, de most, hogy megalázták a gyereket a katolikus gimnáziumba, hogy úgy mondjam, mert senki nem vette észre, hogy a gyerekkel probléma van, hogy hallgatak, hogy nem tanul, pedig egy nagyon okos gyerek. Na lényeg az, most már oda akarok kiukadni a lényegre, hogy ő azt mondta, nem tudja, hogy mi akar lenni. Ő most nem ül be 5 évig az egyetemre. Uh-huh. És akkor hát az anyja is kicsit megsértette, ugye, mert hát, hogy akkor ő nem lesz, nem tud büszke lenni, mint a nagyfiára, aki már elvégezte az egyetemet. Attól még nagyon büszkének lehet lenni, mert valakinek nincs egyetemi végzettsége. Bizony lehet, és akkor meg is magyaráztuk a gyereknek. És ez egy teljes más műsort igényel esett egyébként, hogy az egyetemi végzettség, tiszteletbe tartom én is, akinek én egyetemi is végzettsége van, mert nekem is van. De egyébként, hogy magyarázzam, tehát, sőt, nekem akadémiai végzettségem van, mert hát annak idején még azt úgy hívták. Igen. De elnézést igen kérek, tehát itt tulajdonképpen, de higgyel, nem erről szól. Mert az papír, anya már a második diplomáját szerzi most meg 50 évesen, mert addig ugye nem tanult. Lényeg az, hogy a gyerek hozzá kezdett csavarogni. Banda, ez az. Na, itt van a nagy gáz. Na most tessék figyelni, mert kiszaladunk az időből. Igen, én a lényeget annyit, fogom hogy most mondani. Udvarol egy kislánynak, aki fél cigány. És most ebbe bele van betegedve, pedig most én utána érdeklődtem, a család egy nagyon rendes család. Drága. Egy tisztességes család. És hogy mi várható, mert én már beleőrülök, az anyám azt mondja, hogy ő már belebolondul, ő már meghal, minden. Elég kevés az információ így képernyőn keresztül. Na igen, most én azt látom, hogy egy eléggé nehéz periódusban van a fiú. Igen. Egy nagyon nehéz éve van, egy nagyon nehéz év következik nála, egy eléggé odafigyelős időszak. Van egy sor dolog, amit most még itten nem tudok megbeszélni önnel, tehát egy kicsit mélyebb betekintést igényel, de ugyanakkor pedig az, hogy hovatartozásilag kivel jár, kivel nem jár, tehát ez egy teljesen más téma. De én azt mondom önnek, hogy így
Így ne haragudjon, tehát így most ezt én nem tudom így átlátni, mert látom, igen, hogy nagyon nehéz a korszak, de annyi minden van, amiért ennek a fiatalembernek tehát meg kell szenvedni, meg kell vívni a harcait. Igen. És a sorsába benne is van. Igen. Mert egy olyan marsikus állást látok, hogy szenved. De ezen lehet változtatni, kell is változtatni rajta, de így ne haragudjon, tehát ennyi. Hogyan tudnánk kapcsolatba lépni, hogy... Ha visszakapcsolnak, a kollégák mindenről fel fogják magát világosítani, de azt hiszem, hogy itt egy pár sor, tehát egy sor olyan megmagyarázni való van, ami nagyon fontos. De az, hogy cigány vagy félcigány valaki, vagy zsidó, vagy teljes más, erről ne nyissunk vitát, mert mindenki valamilyennek születik. Attól még lehet normális. Soha nem ítélkeztem senki. Érti. Tehát attól még lehet normális, itt nem erről van a szó, baj, nem itt van a történet, hanem arról szól az egész, hogy bizonyos folyamat elindult ennél a fiatal embernél. Igen. És ez már tavaly óta megy. Bizony, igen. Igen. Ahogy igen. Én átlátom. Igen, tavaly óta megy. Tavaly no. óta megy. Na most innentől, pláne egy nehéz időszak elején, ami ugye decembertől decemberig tart, mert csillagászati igen. időt nézünk, azért ne haragudjon. Nem egy könnyű, a másik pedig az, hogy egy nagyon szabad elvű nyilas. Nyilas, igen, igen. Nagyon igen. szabad elvű nyilas, de nem azt jelenti, hogy buta. Egy nagyon okos fiatalemberről van szó, csak vannak dolgok, amit most ne haragudjon. Ha elkezdek belemenni, akkor holnap tudom, estig se leszek tudom, meg. Hogy rövid de nehéz az idő. Rövid azt az előre idő, mondom. Hogy kihez fordulhatnék, esetleg tanácsot tudna adni, vagy önt meg lehet máskor keresni, vagy... Mindent lehet, tessék végignézni a televízió műsort, igen. és akkor visszakapcsolnak a kollégákhoz, ők meg nagyon szívesen adnak felvilágosítást, jó? Köszönöm Én szépen. Én köszönöm szépen, haladjunk ezen a tovább. Számon hívhatom? Hívhatnak, így van. És műsor végén. Így van, tessék megnézni a televízió nagyon köszönöm műsort. És elnézést, hogy én köszönöm szépen. Köszönöm. Így van, ugyanezen a számon a kollégák felvilágosítják. Tehát haladjunk tovább még, azt hiszem, hogy már ki is szaladtunk az időből, mert itt elhúzódott a beszélgetés. Nehéz témák, nehéz életek, annak ellenére, hogy közeleg az ünnep, de ahhoz, hogy befolyásolni tudjuk a történteket, és ahhoz, hogy jól is alakuljanak, és találjunk megnyugvást, ahhoz tényleg kortól, nemtől, hovatartozástól, és talán még a korszaktól függetlenül is. Mindennek ugyanaz az alapja, a prevenció. Ha előre belelátunk, és előre ki tudjuk védeni azokat a nehézségeket, akkor már félig legalább túljutottunk rajta. De megígérem önöknek, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanilyenkor folytatjuk, és addig is nézzék meg az ismétléseket, viszontlátásra! Kállai Zsuzsa öltözékéről a Happy Woman gondoskodik.